Mi itt a Brilliance-nél egy csomóféle tisztítószer gyártunk, többek között jármű, tisztítás, autó, mosás kategóriába is. Leginkább ugye ipari tisztítószerekről van szó, de ezt megelőzendő elmondom, hogy van a lakosság vagy magán felhasználás automosásra és egy termékünk, mégpedig a Brilliance Sampon és Viasz 2 az egyben. Ez gyakorlatilag egy nagyon egyszerű termék, vödörbe behigítjuk, felvisszük a felületre, leöblítjük, és utána le fog peregni a víz. Tehát olyan lesz, mint az automosó után ez a, a viaszos felület, tehát, hogy így víz lepergető. Magán felhasználásra lehet még használni a kézi automosó samponnak a literes változatát, a 20 literest azt itt lehet látni. Ez gyakorlatilag egy egyszerű sampon, aminek nagyon jó a hatásfoka, nagyon jól lehet takarítani vele az autót. És hogyha már erről beszélünk, akkor az ipari felhasználásra rákanyarodnék. Milyen ipari felhasználások vannak? Az egyik. Például, hogyha van egy mosó utcánk, vagy egy ilyen gépi mosónk, akkor első fázisba az előmosó habot szokták használni, ez nagyon jól habosítható. Egyébként, hogyha automata mosó van, tehát ilyen láncsával visszük föl, akkor szintén ez az első fázis, ugye behabosítjuk a gépjárművet, erre ez egy nagyon-nagyon jó termék. A következő termék a mosó utcába az automata kefe sampon. Ezzel, amikor forog a kefe és mossa az autót, akkor visszük fel a felületre, ha pedig ilyen lángyás mosónk van, akkor a kefés, van egy ilyen kefés végű mosó, abban a fázisban használjuk ezt. A harmadik fázis az pedig a száradás elősegítő viasz, tehát vagy ha csak azt szeretnénk, hogy jobban leperegjen a víz, vagy pedig azt szeretnénk, hogy az autó viaszolva legyen, tehát megvédje a különböző környezeti hatástól, akkor a száradás elősegítő viasz ezt használjuk. És a negyedik 20 literes kiszerelés a kézi autómosó sampon, a literesen már beszéltem, de hogyha ilyen kézi autómosónk van, akkor a vödörbe ezt érdemes segíteni, ez egy olcsó, de ugyanakkor nagyon hatékony termék.